Nagy szeretettel köszöntöm az érdeklődőket. A Szolnoki Szakképzési Centrum 5 jogelőtt tagintézményének átfogó fejlesztése elnevezésű projekt újabb projekteleméhez érkezett. Az életpálya építés szolgáló tevékenységek megvalósítását próbáljuk egy kicsit újfajta módon megközelíteni. Ebben a programelemben ismert, elismert szakemberekkel beszélgetünk, akiknek az életpályája, karrierje mintául szolgálhat a diákok számára. A mai vendégem dr. Székásné Tálas Gabriella, a Marcvi Városi Könyvtár vezetője. Nagy szeretettel köszöntöm, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. A beszélgetésbe így gondoltam, immediát tesz, csapjunk a közepébe, és rögtön egy kicsit a múlttal kezdjük. Azaz, ha most visszagondolna arra, hogy milyen volt ön kisgyermekkorában, akkor hogyan látja magát, milyen családban nőtt fel, milyen értékeket hoz így a mostani pályájára? Ezt azt szoktam mesélni, bárki erről kérdez, hogyha bármilyen inger előhoz bennem egy gyermekkori emléket, akkor meghatódottságot érzek ebből. Azt gondolom, hogy boldog gyerekkorom volt. Egy nővérem, édesapámmal, édesanyámmal és nagymamámmal éltünk együtt. Édesanyám pedagógus, édesapám pedig az államigazgatásban dolgozott. Amikor így elkezdődött az iskolás évek, a szülei milyen útmutatást adtak, merre felé terelték önt, hol végezte az iskoláit? Én Tiszaföldváron jártam általános iskolába, utána pedig Szolnokon végeztem a középiskolát, a Tiszaparti Gimnázium zenetagozatos osztályába jártam. És ez egy természetes folyamat volt, ha így visszagondolok, nem éreztem, hogy tereltek volna bármerre is a szüleim. Bármit kigondoltam, abban ők támogattak. Amikor elérkezett az érettségi, akkor milyen megfontolások alapján és merre vitte önt az élet a felsőoktatásban? Ez elég hamar eldőlt a fejemben, hogy mit szeretnék csinálni érettségi után. Nyilván példa volt előttem anyukám munkája is, tehát az, hogy pedagógus leszek, az nagyon korán eldöntődött bennem. A középiskolában második nyelvként a francia nyelvet tanultam, és abba mindjárt első osztályban beleszerelmesedtem. Az ének tagozat az megint fontos szerepet játszott az életemben, és az eredeti terv az volt, hogy majd ének francia szakos tanár leszek, de ilyen párosítás abban az évben, amikor én végeztem, nem indult az egyetemen, főiskolákon. Így maradt a francia. A Szegeden 3 éves nyelvtanári képzésen szereztem diplomát, francia nyelvtanár lettem. A könyvtár szakma az jóval később került az életembe. 2011-ben végeztem szintén Szegeden a könyvtár szakon. Na de ne is szaladjunk azért annyira előre. Amikor ebbe a projektbe mi a pedagógusoknak szántunk egy kis csemegét, akkor Szili Nórát hívtuk el, és egy előadássorozatot tartott. Ennek az egyik eleme volt a sikerek és a kudarcoknak a feldolgozás, és ő mondta, hogy mindenki életében vannak úgynevezett hepék és hupák, azaz, hogy a jól megélt sikerhez kellenek a kudarcok. A kudarcok feldolgozásával fogunk a karrier során hát jól megélni a sikert. Az ön életében voltak ilyen hepék és hupák, vagy egyenes volt ez az út, illetve a mostani szakmájában, hogy élte meg ezeket? Természetesen, mint mindenki életében voltak hepék és hupák. Több volt a pozitív élményem, mint a negatív. Ha a szakmámat, a munkámat nézzük,
Az egyetemi éveim francia szakon nagyon nehezen indultak, mert ahogy mondtam, én csak második nyelvként tanultam franciát középiskolában, és csupa olyan csoporttársam volt az egyetemen, akik jóval magasabb szinten tudták már a nyelvet, akár éltek kint Franciaországban, vagy komolyabb szinten tanulták középiskolában a nyelvet. Így ott volt nagyon sok kudarc élményem az első években, de aztán az egyetemet is, és utána hosszú évekig dolgoztam francia nyelvtanárként. A munkája kapcsán mi volt az a pont, amikor bekövetkezett az oktatásból a könyvtár felé a váltás? Ez nagyon érdekes, ez is, ahogy sok minden az életemben, nagyon természetesen zajlott. Míg a Damiban tanítottam, amikor fölmerült, hogy pótolni kéne az iskolai könyvtáros kollégát, aki nyugdíjba ment, és mivel én félállásban voltam csak nyelvtanár, kézenfekvő volt, hogy az én időmbe belefér, és támogatott is ebben a vezetés, hogy végezzem el a könyvtárszakot, és már a tanulmány évek alatt el is kezdtem dolgozni az iskolai könyvtárban. Utána pedig változás történt az iskola életében, megszűnt a gimnáziumi képzés, maradt csak a szakközépiskola, a francia nyelv pedig csak második nyelvként működött ott is, tehát szakközépiskolában már nem lehetett tanítani. És így tulajdonképpen elfogyott alólam, elfogytak a francia órák, és ebben a pillanatban keresett meg a Városi Művelődési Központ igazgatónője, hogy nyugdíjba ment a városi könyvtár vezetője, és ő kinézett engem erre a posztra. Úgyhogy teljesen természetes átmenet volt az egyik szakmából a másikba. Azt gondolom, hogy egy városi könyvtárnak a vezetése egyrészt nagy büszkeség, másfelől pedig egy nagy felelősség, mint egy intézményt vezetni. Ugyan éli meg, vagy élte meg, amikor vezetői pozícióba került, tehát itt a sikert hogyan lehet jól megélni, és hogyan lehet azzal jól élni utána, megtartani. Igen. 8 évvel ezelőtt történt mindez, amikor én ide kerültem a városi könyvtárba, és az első pillanatban meg is ijedtem a feladattól. Nem is igazán értettem, hogy gondolhatott rám az igazgatónő, hogy kicsit értetlenül álltam a helyzet előtt, hogy ő ezt kinézi belőlem, hogy képes lennék erre a feladatra. Ő viszont olyan természetesen kezelte a helyzetet, hogy kénytelen voltam szépen lassan elhinni, hogy ez tényleg működik, és olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy az elődöm még nyugdíj mellett 2 évig egy pályázat adta lehetőség miatt itt dolgozott mellettem, és szépen bele tudtam tanulni, nem maradtam egyből magamra. És utána pedig jöttek maguktól a dolgok, ahogy rutinná vált a mindennapi munka, akkor már volt energia arra is, hogy új dolgokat kitaláljak, bevezessek, és ez a mai napig tart, és ez nagy sikerélmény. Azt olvastam, hogy a mindennapi munkájának egy fontos momentuma pont ez a fejlesztés, fejlődés, és nagyon dinamikus új könyvtári terek alakultak, bővültek közösségi funkciók. Melyek azok a projektek vagy programelemek, amelyek, vagy ilyen fejlesztések, amelyek így az ön szívéhez legközelebb állók? A legfrissebb dolog, egy nemzeti kulturális alap adta lehetőségnek köszönhetően pályázatot nyertünk, és felújítottuk a felnőtt olvasóterünket, ami valóban, ahogy
ön is fogalmazott, egy nagyon korszerű térré vált, és éppen a tavaszi karantén helyzet alatt sikerült véghez vinni ezt a folyamatot, így hát szerencsés helyzetben voltunk, nem negatívan éltük meg ezt az időszakot, mert zárt ajtók mögött folyamatosan fejlődtünk, tudtuk dolgozni. Egy nagyon szép tér jött így létre. Ez az aktuális büszkeségünk. Két egyéb dolog, ami a szívemhez közel áll. Sok foglalkozást tartunk, amikor lehetőség van rá, gyerekeknek, főleg kisgyerekeknek, óvodás és alsó tagozatos korú gyerekeknek. Van egy úgynevezett mesélde programunk. Mesefoglalkozásokat, népmesékre, népdalokra, népi játékokra alapozó foglalkozásokat tartunk. Ez nagy kedvencem, nagyon szeretem csinálni is, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, elsősorban a gyerekektől, az ő szemükből olvasom ezt ki. Volt egy programunk, csak egy mondatban azt is megemlítem, mert az is nagyon közel áll a szívemhez, annak Danolda volt a címe, azt pedig egészen kicsi gyerekeknek tartottuk, 0-3 éves korig. Itt dolgozott mellettem közcélú foglalkoztatottként egy fiatal zenész kollega, és ezt a programot vele csináltuk. De nem csak gyerekeknek kínálunk programokat természetesen, van egy lapozó olvasókör nevű kis csoportunk, ott pedig az idősebb korosztálynak szolgálunk irodalmi csemegékkel. Havonta egyszer szoktunk összegyűlni, és nagy boldogság az ő szemükben is látni az örömöt, amikor egy-egy ilyen alkalommal össze tudunk ülni és beszélgetni. Hát nyilván ezek a munka során, ezek a szépségek, az ön természetessé válnak egy kívülálló szemében. Tehát az, hogy egy településen van könyvtár, már azt gondoljuk, hogy ez egy olyan természetes dolog, hogy ott működik. De azért kevésbé látunk a színfalak mögé. Ha egy napját kéne mondani, melyek azok a feladatok, amik így a napi munkavégzés során leginkább fókuszban vannak könyvtárvezetőnek? Ez, hogy könyvtárvezető vagyok, ez egy kicsit csalókán hangzik. Én sokáig egyedül dolgoztam, egyedüli könyvtárosként a könyvtárban magamat tettem, viszont már most egy éve van egy kollégám, ketten dolgozunk főállású könyvtárosként a könyvtárban, illetve vannak segítőink még a művelődési központ, ez egy összevont intézmény, és oda-vissza besegítünk egymás munkájába. És igen, valóban így van, hogy a kívülálló sokszor azt gondolja, hogy milyen sok időnk van itt nekünk akár olvasgatni is, könyvtárban, vagy csak a könyvkölcsönzés folyik. Ugye változott a világ, és az valóban kevesebb olvasó van, mint pár évtizeddel ezelőtt, és más irányba tolódott el a hangsúly a könyvtár szerepét illeti. Sokkal több programot szervezünk, tehát a munkánk egy része a könyvkölcsönzés, de sok időt nem akarok így fogalmazni, hogy veszel, mert hát ez a dolgunk, most keresem a jó szót, tehát a könyvrendelés, az igények felmérése, hogy olvasóink mire vágynak. Azután, amikor megérkezik egy nagy könyvcsomag, akkor annak a feldolgozása is egy viszonylag hosszú folyamat, gépi, illetve a hagyományos módon is megtörténik a feldolgozás, felkészülünk a programokra, mindig van valamilyen aktuális pályázat, amiben dolgozni kell, vagy előkészíteni, vagy elszámolni vele. Sokszínű a munkánk, ez biztos.
De a mai digitális világban, mint ahogy mondta is, hogy egy kicsit átalakul a könyvtár funkciója, illetve hát a emberek alakulnak a digitális világhoz. Hogyan tudja a könyvtár felvenni ezzel a harcot, vagy mennyire tud az olvasás nem háttérbe szorulni? Úgy érzem, hogy nem harc ez, nem annak éljük meg. Az tény, hogy munka, tehát foglalkoznunk kell ezzel, nem szabad ragaszkodni régi dolgokhoz, nem szabad keseregni azon, hogy ó, manapság már nem olvasnak annyit az emberek, hanem keresni kell az új utakat az olvasókhoz, keresni, figyelni kell az igényükre, fejlődni kell a technikával. Én most nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a kolléganőm egy másik generációt képvisel, és nagyon otthon van az informatika világában, és rá támaszkodom ebben. Hogy is mondjam, mert hát nyilván így a digitális világhoz kapcsolatban én személyesen, mint tehát én imádok olvasni, tehát nekem a könyvtár mindig ilyen könyvek birodalma, tehát hogyha ott lehetne aludni, szívesen aludtam volna kicsiként is a Berzsenyi Ferenc könyvtárban, de hogy a mai fiatalok számára mennyire lehet vonzóvá tenni a könyvtár, mint egy kulturális színteret. A fiatalok talán ők a legnehezebb korosztály ilyen szempontból. A kicsiket, ahogy mondtam is, sokféle programmal ide tudjuk vonzani, őket még hozzák a szülők, hozzák a pedagógusok. A másik hűséges réteg az a nyugdíjas korosztály, akik már nem pörögnek az élettel, van idejük betérni hozzánk, illetve van idejük olvasni otthon. Nagyon nehéz az aktív dolgozó réteget elérni, és a tiniket, a középiskolás korosztályt. Ez folyamatos munka, hogy kiagyaljuk, megtaláljuk a hozzájuk vezető utat. Ez valóban nagy feladat. Így van. És a kicsit rágyorsult világunkban hogyan lehet jól összeegyeztetni a munkát, a karriert, illetve a családot, magánéletet? Mennyi ideje jut a családjára? Nem annyi, amennyit szeretnék. Karriernek nem nevezném azt, amit én csinálok, ez már sokszor kijött a számom most ez alatt, a rövid idő alatt, hogy természetes módon élem meg. Ez a munkám, ez a feladatom. Sokszor batyogok úgy haza itt a gyönyörű gesztenyesoron Martfűn, hogy a munkából, hogy de jó nekem, milyen jó életem van, és sokszor a munkát sem munkának élem meg. Az biztos, hogyha ezt szívvel, lélekkel csinálja az ember, már pedig másképp nem érdemes, akkor kevés ideje marad egyéb dolgokra, de igyekszem azért tudatosan úgy alakítani az életet, egy ideje, csak egy ideje tudom, hogy ez fontos, hogy elég idő maradjon a családomra is. És ha nem dolgozik Gabriel, akkor mivel töltődik, hogyan tölti a én idejét? Hát nyilván egy könyvtárosnak azt kell mondania, hogy olvas, és hát persze szeretek, de leginkább a nyári szabadság alatt van rá időm, évközben nagyon kevés. A másik szívem csücske, az pedig a muzsika. Nagyon szeretem a zenét, és hát nagyon szerényen mondom ki, de van egy kis zenekarom, amelynek a tagjait egyébként a Damiban szedtem össze. Mikor ott dolgoztam iskolai könyvtárosként, akkor oda betaláltak az odajáró zenélni, muzsikálni tudó fiatalok, és aztán így később is egymásra találtunk. Úgyhogy a muzsikálás, a zene az az, ami engem feltölt. És a nyelvek, tehát a francia nyelv szeretete, az megmaradt még, vagy a
azon a területen hobbiként tevőzik tovább, vagy Igen, hál' Istennek megmaradt az életemben. Itt a műfázban is volt alkalmam két olyan európai projektben részt venni, ahol a francia volt a kommunikáció nyelve, és így komoly szükség volt rám fordítóként. Az egy nagyon szép feladat volt, és hát őrzöm a baráti kapcsolataimat a francia barátokkal. az interjú vége felé bízom benne egyébként, hogy akik majd meghallgatják ezt a beszélgetést, sok kis mazsola gondolatot szemezgetnek ebből, de ha így egy ilyen összefoglalva kellene végig gondolni azt, hogy a mai fiatalok számára mit üzenne, illetve milyen útra valót adna a diákoknak, akkor milyen gondolatokkal fordulna feléjük? Ami a pályaválasztást illeti? Igen, meg az ön szakmáját. Igen. A saját tapasztalatom azt mutatja, hogy érdemes az embernek az ösztöneire, a szívére hallgatni, és hogyha szerencsés, és van mögötte egy támogató család, támogató pedagógusok, akkor bátran haladni azon az úton, amit a szíve diktál, és nem feltétlen csak azt nézni, hogy mi az a szakma, mi az az életút, ami anyagi biztonságot hoz. Persze ez is nagyon fontos, de talán az nem elég a boldogsághoz. Két gondolattal búcsúzunk. Én nagyon szépen köszönöm. Örömmel tölt el, hogy a diákok számára tudtunk egy olyan életutat picit felvillanyozni, ami esetleg egy pályakép lehet az ő szemükbe, illetve azt gondolom, hogy ezek között a gondolatok mögött ott volt a tanulásnak a szeretete, az olvasásnak a szeretete, a szakma iránti elköteleződés és egyfajta társadalmi felelősségvállalás egymás iránt. Köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, örülök, hogy megosztotta ezt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. És hát ugyanilyen virtuális térben vagyunk, de készült a mi digitális közösségi alkotóműhelyünkbe egy kis speciális modell, amit az egyik Martfi kolléganőm, Dórát kértem meg, hogy ha így nem tudom keresztül online térben átadni, de ő átadná önnek, hogy ebbe is minél több programot készítsenek elő a lakosság számára. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.